Sziasztok, én az vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon. A mai egy picit más lesz, mint az eddigi MyProtein unboxing videók, ugyanis több nap forgatásából fogom összevágni ezt a videót, ugyanis már az előző rendelésemben volt olyan szett, ami még csak most lett elérhető az oldalon, ezért majd azt ide fogom bevágni. Ez az egyetlen MyProtein kollekció, aminek húzott a hátsó fennék része, és a felső is nagyon-nagyon extra. Ebből korábban már volt három szín, viszont mindegyik elkelt, és már nincs raktáron, viszont most megjelent újabb kettő színállásban, és szerintem, hogyha motivációra van szükséged edzéshez, akkor ez a szett teli találat. Varrás nélküli, nagyon jó magas a dereka, és annyira jó az anyaga, hogy azt szavakba önteni nem tudom. Én SS méretet választottam naciból és felsőből is, és a felsőből kivehető a szivacs, úgyhogy rendeljétek, amíg még elérhető. Leírásban megtaláljátok az összes terméknek a pontos nevét, illetve azt a linket, amivel mindig kedvezményesen tudtok rendelni. Rákattintasz a linkre, beteszed a termékeket a kosárba, és automatikusan aktiválódik. Azt fogja kiírni a kosárban a termék alatt, hogy exkluzív nagykövet kedvezmény. Nagyon köszönöm, ha itt adod le a rendelésedet, számomra ez nagyon sokat jelent, mert ezzel tudod támogatni a munkásságomat, úgyhogy előre is köszi. És egy csomagom még úton van, de nem akarok már addig várni, úgyhogy azt majd egy következő forgatási napnál fogom bevágni ide. Illetve most is érkezett egy csomagom, amiben nagyon-nagyon jó kis újdonságok vannak, és már alig vártam, hogy megmutassam nektek is, és végre felpróbálhassam őket, mert tényleg ez valami brutálisan jó lesz, úgyhogy maradjatok velem. Az első, amit már nagyon-nagyon vártam, nagyon kíváncsi voltam rá, mert egy picit féltem tőle, az ez a body. Ez nem egy overall, ez külön egy body és egy leggings. Ez a body most SS méretű rajtam, nem mertem az XS esetbe vállalni, mert féltem, hogy nagyon fog vágni, és így néz ki hátulról. Egyébként a hátulja miatt rendeltem meg, mert annyira extra, és egyébként nem tanga bugyis a kialakítása, hanem ilyen francia bugyis, úgyhogy én mindig így beszoktam húzni, és így néz ki előről, nincs benne szivacs, feketében is elérhető. Naci egy régebbi darab, szintén MyProteines, ez egy XS-es méret rajtam, teljesen, hát anyagban nem teljesen ugyanaz, de szerintem nem feltűnő, úgyhogy nekem nagyon tetszik, olyan, mint egy overall lenne. A következő, amit szintén nagyon-nagyon vártam, viszont ezt csak így tudom megmutatni, mert a szára a legfontosabb rész. Nekem nagyon-nagyon tetszik, elképesztően jó az anyaga, ilyen fürdőruha-szerűségű tapintása van, értitek, tudjátok, ilyen nagyon puha, nagyon nyúlós. Én SS méretet választottam ebből, nem akartam, hogy nagyon feszülős legyen, hanem direkt ilyen kis kózi, kis komfortos, így néz ki hátulról. Hát ez szerintem zseniális. Na ezt mindenképp tegyétek be csak a kosárba. Nagyon kényelmes, nincs középen varrás, úgyhogy tényleg ez nagyon el van találva. A linkemmel ez is kedvezményes. Ezt nézzétek, érkeztek színek végre az overallból, ugyanis nekem a fekete már megvolt XS-es méretben, viszont most így az izomtömegnövelő időszakban az már annyira kicsi rám, hogy inkább abból is rendeltem egy újat SS méretben, úgyhogy most mind a háromból SS méretet rendeltem, maximálisan elégedett vagyok vele, brutál jó az anyaga, nagyon jó szerintem a szabása is, így néz ki hátulról, szerintem nagyon extra. Hát nekem nagyon-nagyon tetszik, és egyetlen hátulütője, hogy középen van varrás, úgyhogy lehetséges, hogy egy picit be fog vágni, de arra majd oda kell figyelni, illetve nincs benne felül szivacs. Viszont szerintem bomba jól néz ki. Na, mutatom a másik két szint. És itt a fekete, ami szerintem nettó 2 perc alatt fog elfogyni a webshopról, úgyhogy gyorsan kattintsatok a linkre a leírásban, mert szerintem ez villámgyorsan el fog fogyni. Nagyon kényelmes, az SS méret most nekem sokkal komfortosabb, mint az XS-es. Nincs sok különbség a kettő között, viszont úgy érzem, hogy ez most így kellett, majd a versenyszezonban előveszem inkább az XS-eset. Hát egészen oda vagyok. Ez kifejezetten akkor jó, hogyha nem akarsz külön gondolkozni a felsőn, külön az alsón, hanem csak ezt felveszed, és már kész is vagy. Következő, amit szintén csak így tudok megmutatni, ez a szürke melegítő naci, ami most kivételesen nem szűk, nekem még sose volt ilyen kifejezett melegítő nadrágom, ami ennyire ilyen bőszárú, tudjátok, úgyhogy picit féltem is tőle, és direkt rendeltem egyen nagyobbat, SS-et, és nem XS-eset, hogy ilyen jó laza legyen, mert tudtam, hogy nem lesz annyira laza, mint amennyire én szeretném, úgyhogy SS-et rendeltem, majd szerintem a szárából egy picit le fogok vágatni, és egyébként feketében is elérhető, nagyon kényelmes, nagyon vastag, és én most rávettem erre az overallra, és amúgy így is tök jól néz ki. Ilyen igazán sötét barna szettem még soha nem volt, viszont ez minden számításomat felülmúlta. Nagyon-nagyon extra, így néz ki hátulról, ugyanolyan, mint a többi. Nagyon jó nyúlós egyébként az anyaga, nem feszül, hanem így rád simul pont, ahogy kell. Igen, egy picit a középső varrás egy kellemetlenségi faktor, viszont hogyha odafigyelsz rá, akkor nem lesz belőle probléma, és hogyha nem kicsi rád, akkor nem okoz gondot. Viszont szerintem az XS-esnél már most viszont bevágnom. Úgyhogy ez az SS méret
tökéletes választás volt. Használjátok a linkemet a vásárlásotokhoz, mert ezzel ti is tudtok spórolni, illetve engem is tudtok támogatni, úgyhogy mindenki jól jár. Itt is vagyok egy újabb napon, megérkezett az utolsó rendelés, amit még ebbe a videóba bele akartam rakni. Ugyanis ebből a szedből én ugye már múltkori videóban mutattam ezt a rövidebb verziót, ami egy SS méret volt rajtam, és baromi rövid. Úgyhogy most megrendeltem belőle a biciklis rövid nadrágot, aminek a hossza sokkal-sokkal jobb. Szintén SS méret van rajtam, így néz ki hátulról. És szerintem amúgy nagyon kényelmes, varrás nélküli, jó magas a dereka, úgyhogy ne a sima rövid nadrágot rendeljétek szerintem, mert az konkrétan ilyen, hát elég villantós, konkrétan bugyi hosszúságú, és ez a biciklis nadrág lesz a tökéletes hossz szerintem mindenkinek. Azért ezt is megmutatom így felvéve, nem tűnik annyira rövidnek, viszont edzés közben nekiállsz egyet-kettőt googolni, és hát egyre rövidebb és rövidebb lesz. Így néz ki egyébként hátulról, amíg nem googolászol, meg nem mocorogsz benne. Nem annyira rövid, meg nyilván, hogyha nem hajtom le, akkor egy picit lentebb lehet húzni, de úgy meg nekem nem tetszik, tehát így én ezt nem, így ezt nem élem. Viszont, hogyha így felhúzom és lehajtom, akkor meg már túl rövid a hossza. Úgyhogy ezért ajánlom mindenkinek, hogy a biciklis verziót rendeljétek. Ez a szett egy-egyben ugyanaz, mint az előző, csak ez egy új szín, ugyanis eddig nem voltak ilyen földszínek, ilyen barnás, bézs színek, viszont most már végre ezek is megérkeztek, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ugyanúgy varrás nélküli jó magas a derek, a kivehető a melltartóból a szivacs, és rajtam a felső és a naci is SS méretű. És ezekhez a földszínű, barnásabb, bézses szettekhez rendeltem a zoknikat, mert én ezekhez annyira nem szeretem a feketét kombinálni, maximum a fehéret, de fehér zoknival egy idő után már unalmas, úgyhogy beszereztem ehhez a barnához a sötét barnát. Viszont amúgy ez is szerintem passzol hozzá, van ilyen színű szettem is már, azt is mindjárt mutatom, illetve ilyen bézs is van már a MyProteinnél, úgyhogy mindegyikhez van külön-külön egy-egy darab. Ez most így nagyon hosszúnak tűnik egyébként, viszont felvéve egyáltalán nem az, mert így leszoktam tűrni, mindjárt megmutatom. Nem szeretem annyira hosszúra hagyni, fel lehetne húzni idáig is akár, viszont én így annyira nem élem, úgyhogy így leszoktam tűrni, és így. Nem tudom, mennyire látjátok, eddig szokott tűrni. Na mindegy, értitek szerintem, bombasztikusak. Van belőle színes is, fekete, fehér, szürke, nekem most már az összes szín megvan. Mindig a legkisebb méretet szoktam belőle választani, ami épp elérhető, 37-38-as a méretem egyébként. Ezekkel szerintem tök jól fel lehet dobni a szetteket, és tök különleges lesz tőle. Ez a nadrág szintén ugyanabból a kollekcióból van, mint az előző kettő, és van hozzá felsőm is, amit nem most rendeltem, de mint rájöttem, ez annyira nem passzol össze, mert én azt hittem, hogy ez teljesen egyforma színű lesz, de nem, mert ez egy másik kollekcióból van, amit nagyon-nagyon vártam, mert már a weboldalon is láttam, hogy ez brutálisan kényelmes lesz, és ez be is igazolódott, mert azért tudni kell, hogy a többi MyProteines sportmelltartó, például amiket az előbb is mutattam, azért elég feszesre vannak tervezve, és szenvedni kell, mire felveszed, de ha felvetted, utána tökéletesen passzol, meg tökéletesen tart. Viszont ezt nagyon könnyedén fel lehetett venni, szintén kivehető belőle a sportmelltartó, kivehető belőle a szivacs, és így néz ki hátulról, nagyon kis kényelmes, ez kifejezetten pihenő nap néven van fent egyébként a weboldalon, szerintem azért is ennyire laza a tervezése, de tényleg nagyon kényelmes, én ezt edzéshez is fogom használni, szóval ha bár nem egyforma színű, szerintem így fogom együtt hordani, és ehhez van egyébként a weboldalon hosszú nadrág is, viszont abból én nem azt rendeltem meg, hanem egy másik szint, úgyhogy azt is mindjárt mutatom. A naci pedig ugyanúgy SS méret, a biciklis nadrág, de valószínűleg ezzel a sportmelltartóval fogom inkább hordani ezt a nadrágot. Amúgy egyre jobban tetszik így együtt, szerintem így is nagyon sokat fogom hordani, és ehhez a szethez pedig ezt az oknit gondoltam, ami szintén egy harmadik árnyalata ennek a színnek, de szerintem így együtt bombasztikus lesz. És elérkeztünk az utolsó szethez, ami a legújabb Resday kollekciónak az egyik darabja. Az előző szetnél láthattátok a felsőt, ami egy bézs árnyalat, ez pedig egy picit zöldesebb, picit földszínű, és hát nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Teljesen más a szabása, mint az eddigi leggingseknek, de ugyanúgy magasított a dereka, és ugyanúgy varrás nélküli, de sokkal ilyen lazább, picit kényelmesebb, nem annyira feszített, hanem nagyon jól rátsimul, így tényleg nagyon kis kényelmes, akár pihenő napon, de én valószínűleg edzéshez fogom hordani ezt is, és tök kényelmes a felső része is, nagyon jó a kialakítása, elől nincs varázs, hátul van egy nagyon pici húzott fenékrész, így szerintem tök jól néz ki, tök kis csajos, kis kedves, nem túl hivalkodó a színe, és a felsőből szintén kivehető a szivacs, SS méret van most rajtam felsőből, és naciból is. A webshopon nem volt ebből a kollekcióból beige színben rövid.
nadrág, azért rendeltem azt a másikat, amit az előbb mutattam. Viszont ehhez a színhez már volt rövid nadrág, úgyhogy már is mutatom felvéve. Néz ki felvéve a rövid nadrág, és egyébként ennél a kollekciónál egy nagy pluszpont számomra, hogy nem fehérrel van rajta a logó, hanem csak így bele van nyomva, és nincs külön színe, mert egyébként én úgy szoktam mindig, hogy ha fehérrel van rajta a logó, akkor valószínűleg fehér cipővel, fehér pólóval, fehér zoknival kombinálom, viszont ha feketével van rajta a logó, akkor már nem szívesen rakom fehér szett, vagy fehér cipővel össze, hanem akkor inkább fekete cipő, fekete póló, fekete zokni, úgyhogy ehhez bármelyiket tudom választani, mert se nem fehér, se nem fekete, úgyhogy nagyon-nagyon jól ki van találva, ennek is van egy pici húzott fenék része. A linkemmel természetesen ezt is kedvezményesen tudjátok megrendelni, a leírásban megtaláljátok a linket is, és a pontos nevét a termékeknek. Nekem most a limbáking miatt mindenből SS méret kell. És még egy pluszpont ennek a kollekciónak, hogy a sportmelltartó pántjai állíthatóak, így mindenki egyénre szabottan be tudja állítani magának, hogy hogy a legkényelmesebb, és hogy biztosítja a legjobb tartást. Én ezt a szettet ma már fel is avatom, mert éppen indulok edzeni, egy brutál válledzésem lesz. Addig ti adjátok le a rendeléseteket a leírásban lévő linken, ugyanis ezzel tudtok spórolni, illetve engem is támogatni, úgyhogy mindenki jól jár, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!